hűséget, háladással, kegyelmes cserünk, édesdány, az Úr Jézus Krisztus nevében. És köszönjük neked a mai napot. Hálát adunk azért, hogy együtt lehetünk az imádkozás helyén, és nem csak egymással, hanem veled is találkozhatunk ezen a helyen. Azért jöttünk el, hogy magasztaljuk szent nevedet, hogy megköszönjük azt, hogy fiaddá és leányaiddá fogadtál minket, hogy a te családodban élhetünk, és gondoskodsz rólunk minden nap. Köszönjük, hogy bűneinket megbocsájtottad, és Jézus Krisztusban olyan örökséget adtál nekünk, amely örök, nem múlandó. Dicsőít a szívünk tégedet háladással ezért. Köszönjük neked a lelkipásztor testvérünket, a családot, és köszönjük, hogy ma imádkozhatunk élettel, és ebben a körzetben, ebben a gyülekezetben beiktathatjuk Horváth testvérünket. Kérünk, hogy áld meg az igét, az üzenetet, és mindazt, ami itt történik, hadd dicsőítsen téged, Úr Jézus Krisztus, aki a gyülekezet feje vagy, aki a gyülekezet ura vagy, aki azért jöttél el, hogy megváltsál bennünket a kárhozattól, bűneinktől szabadtálunk a te számodra, és a te országodnak örökség legyünk. Kérünk, hogy áld minden mozzanatot, és dicsőíts meg a te szent nevedet ezen a helyen. Imádkozunk azért is, ha lennének itt olyan emberek, akik még nem ismertek meg téged, és nem szabadultak meg bűneiktől, önmaguktól, nyomorúságaiktól, szent igéd által és szent lelked által, éníts meg őket ezen a napon. Köszönjük, hogy munkálkodsz. Mi dicsőítünk alázattal és hálás szívvel, Atyánk a Jézus Krisztus nevében. Ámen. Köszönjük az ünnepi gyülekezetet és a testvéreket, akik eljöttek a körzetből. A mai idei körzeté, ez az ünnep elsősorban, és az öröm is, az öröm legnagyobb része. De velük együtt örvendünk azok is, akik más helységről jöttünk, a körzeten kívülről, vendégek, akik eljöttek a környéken lévő gyülekezetekből, őket is köszöntjük, és kívánjuk, hogy jól érezzék magukat. Szeretettel köszöntjük a lelki pásztorokat, akik megtisztelték a gyülekezet meghívását, és eljöttek erre az ünnepélyes alkalomra. Nem sorolom a neveket, ismerjük többségében őket, és majd név szerint is fognak lesznek szólítva, amikor szolgálnak. Hasonlóképpen köszöntjük azokat, akik a városból, más egyház részéről, vagy polgári szervezetek részéről tisztelték meg a lelkipásztor hívását és a gyülekezet hívását is. Nem utolsó sorban köszöntjük Horváth testvért és kedves családját, akikért különösen fogunk imádkozni, akiket szeretnénk tanácsolni, hogy ebben a gyülekezetben és körzetben hatékonyan Isten áldását kísérve olyan munkát végeztessenek, hogy Isten országa épüljön, a gyülekezet szaporodjon és megdicsőjön az ő neve. Gyertek testvéreim, együtt imádkozzunk addig is, amíg a szolgálatok folynak, hogy Isten áldása legyen rajtunk, mindnyájan megerősödjünk hitben, és testvéreink is erőt nyerjenek az előttünk álló útra. Most az énekkar szolgálatát kérjük. Thank you.
szeretettel köszönöm a beiktatandó Rági Bánszor testvér családjával együtt, és örvendek annak, hogy a Jóisten kegyelméből még ismét láthatjuk egymást, együtt imádkozhatunk, együtt énekelhetünk, együtt szolgálhatunk az Úrnak, és együtt láthatjuk azt, hogy az Úr az ő népét, az ő gyülekezetét, az ő ügyét nem hagyja munkások nélkül. Örvendek, hogy egy ilyen ünnepen vehetek részt, és imádkozok azért, hogy az Úr áldja meg ezt a napot, áldja meg szolgáját, és azt a munkát, amit testvérünkön keresztül el akar végezni. Ez ünnepélyes alkalommal két igeverset szeretnék olvasni, a Márk evangéliumának 16. fejezetéből, a 19. és 20. versei, amelyből az Isten üzenetét szeretném tolmácsolni a gyülekezet részére. Márk evangéliumának 16. fejezetéből a 19. és 20. verseket. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta néki, felemelkedett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az ígét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Amen. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Drága jó Istenünk, remekbe állunk a Te orszád előtt. Szívünk remeg az örömtől és a félelemtől. Örülünk ennek az örömünnepnek, és ezért hálások vagyunk Te neked, de remegünk azért, mert tudjuk azt, hogy ez nagy felelősségteljes munka, és én magam és mi magunkat nagyon alkalmatlanoknak látjuk erre a szolgálatra. Most az alkalommal is, amikor a Te ígédet kell tolmácsolni, könyörülj rajtam, könyörülj testvéreimen, old fel nyelvemet, szívemet, lelkemet, és segíts meg, hogy a Te igéd üzenetét tudjam tolmácsolni úgy, hogy abban mennyei üzenet legyen, a Szentlélek tudjon munkálkodni, és legyen ez épülésére a gyülekezetnek, és üdvösségére sok léleknek. Hallgassál meg, kérünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében. Amen. Amikor a szolgálatról beszéltünk, kedves szolgatás testvérekkel, annyit mondtam, hogy többet, mint 10 percet nem vállalok a szolgálatból, és úgy gondoltam, hogy 27 éven keresztül elég időm és alkalmam volt szolgálni ebben a gyülekezetben, és úgy nem szeretném túlhaladni ezt az időt. Ebben az időben csak egy néhány gondolatot szeretnék tolmácsolni a testvérek részére, amit az Úr adott nekem, az ő igéjéből, amit hiszem, hogy adni akar egyen-egyenként nekünk, úgy Horváth testvérnek, mint minnyáink részére. Azt figyeljük meg a felolvasott igéből, kedves testvérek, hogy azt mondja a 20. versben az ige. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Ezt a mondatot szeretném kiemelni, és ennek a mondatnak az értelmét, amit én megértettem belőle, tolmácsolni a testvérek részére. Először is azt lássuk meg, hogy az Úr kivel munkálkodott. Azt mondja az ige, együtt munkálkodott velük. Kiről van itten szó? Ha felolvassuk az előző igeverseket, megtaláljuk benne azt, hogy az Úr Jézus az ő utolsó szavait mondja parancsolatképpen a tanítványoknak, és reájuk bízza az evangélium hirdetését, az Isten országának ügyét, hogy azt terjesszék el az egész világra. Menjenek
és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Az ő isteni munkáját, az üdvösséget, az üdvösség művét, amit ő végzett a kereszten, emberekre bízza, tanítványokra bízza. Azt mondja az ige, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Kivel? Ezekkel a tanítványokkal, ezekkel az emberekkel, ezekkel a halászokkal, ezekkel a méltatlanokkal, ezekkel az alkalmatlanokkal, akiket az Úr elhívott követésére, akiket megmentett, akiket megújított, akiket megtisztított, akiket elkészített, akiket felruházott, akiket megbízott szolgálattal. Azt mondja, menjetek el! Az Úr együtt munkálkodott velük. Velük munkálkodott az Úr, nem rajtuk kívül, nem náluk nélkül. Lássuk itt meg, kedves testvérek, az emberi lény, az emberi tényező, az ember szükségességét. Az Úr munkájában szükség van emberre. A Jóisten nem angyalokra bízta az evangélium munkáját. Az emberek, az egész világ megmentését nem angyalokra bízta. Nem angyali seregeket küldött az ő szolgálatába, hanem embereket. Emberre van szüksége Istennek, hogy az ő szolgálatát, az ő munkáját végezze. Ember nélkül Isten nem munkálkodik ebben a munkában. Van szolgálat, amit angyalokra is bízott, de az emberek megmentését, az evangélium hirdetését, e világ megmentését nem angyalokra bízta, hanem emberekre. Annyira szükség volt emberre is, szükség van emberre, az ember megmentése érdekében, hogy maga Isten sem tudta megmenteni a világot csak úgy, hogy emberré vált. Emberré lett, az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Emberré kellett legyen Jézus Krisztus, hogy üdvözítő lehessen, hogy bűneinket magára vehesse, hogy szenvedjen, hogy meghaljon, hogy Isten előtt elfogadott áldozatot mutasson be, hogy üdvösséget szerezzen, örökérvényű üdvösséget az egész világon. Ember által menti meg Isten a világot. Az evangélium hirdetésére emberekre van szüksége Istennek. Az emberi tényezőre nagy szükség van. Nagy értéke van az embernek ebben a szolgálatban. Mellőzhetetlen. Az Isten velük együtt munkálkodott. A bizonyságtételre, az evangélium hirdetésére emberekre van szükség. Ember kell elmenjen a széles világra. Ember kell elmenjen a pogányok közé. Ember kell elmenjen Margita utcáira. Ember kell elmenjen a családok közé. Ember kell megtalálja, megkeresse a módját annak, hogy az emberekkel szóba álljon és tolmácsolja Isten üzenetét. Ember tegyen bizonyságot embernek. Szükség van emberre. Nem akármilyen ember, hanem Krisztus által megtisztított eszközre, akit maga az Úr kiválasztott, elhívott, mint hallottuk az imórán, akit elkészített, akit felruházott a Szentlélek által, annak erejével erre az emberre Istennek szüksége van. Együtt munkálkodott vele. Az emberre szüksége van az ige hirdetésben. Az emberre szükség van akkor, amikor az ige megéléséről van szó. Ha angyalok hirdetnék az igét, akkor azt mondanánk, hogy ez angyaloknak való. De ha ember hirdeti az ígét, akkor azt mondjuk, hát vajon meg lehet-e élni azt az ígét, amit ez az ember hirdet? Pál apostol azt mondja, hogy mi levelek vagyunk, akit orvos az egész világ. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti cselekedeteiteket. Az emberekkel megéljék az ígét. Az emberek által látszik meg, hogy az ige, ami hallatszik, amit üzen Isten, embereken keresztül megélhető, beteljesíthető.
élhető valóság, élő ige, élet ige, átalakító, megszentelő, formáló, valóságos ige. Az igét meg lehet élni. Emberre van szükség, amikor az igét meg kell élni. Azt mondja az ige, testéle, Krisztusban testéle, és az ige testé akar lenni bennem és benned az emberekben. Emberben akar testé lenni az ige, hogy látható legyen az egész világon, és lássák az emberek, hogy az ige testé lehet, meg lehet azt élni, meg lehet cselekedni azt. És emberre van szükség akkor, amikor az ige üzenetéért, amikor az emberek megmentéséért, ez elveszett világért, a gyülekezet tagjaiért, a testvérekért, az elesettekért, a gyengékért, az erősekért, közben kell járni Isten elé, imádkozni, kiáltani Istenhez a lelkekért. Drága testvérek, engedjétek meg, hogy bizonyságot tegyek arról, én úgy érzem, úgy látom, nekem nem olyan sok van már hátra. Nem olyan sok jut és jutott az ige hirdetésből. De egyet szeretnék cselekedni. Egyet. És talán sokszor többet ér mindennél. Imádkozni. Állni az Úr előtt testvéreimért. Közben járni szolgatásaimért. Imádkozni az elveszettekért. Imádságban átölelni az egész világot. Kiáltani Istenhez ez elveszett bűnös világért. Könyörögni, imádkozni. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Nem prédikálhat mindenki. És nem prédikálhatunk, még élünk-e Földön. De imádkozni, imádkozhat a legegyszerűbb tag is, a legidősebb is, férfiak is, nők és fiatalok és idősek is, és imádság nélkül, hogy mondjam azt, hogy az ige hirdetés szolgálata is segítsen ér. Imádkozni. Ezért mondja Ezékiel prófétán keresztül az Úr, keresek valakit. A román fordításban azt mondja, keresek egy embert. Egy emberre van szükség. Margitán elég egy ember, aki a törésen álljon, aki szívére vegye a gyülekezet ügyét, a város ügyét, az elveszettek ügyét. Egy ember, aki tudjon sírni, tudjon bőtölni, tudjon kiáltani Istenhez éjjel és nappal. És ha lesznek 10-en, ha lesznek 100-an, akkor annál gyümölcstermőbb és eredményesebb lesz a szolgálat. Egy embert keres az Isten. Az Isten keres olyan embert, aki őszintén és igazán buzgón hisz az imádság erejében. S ha egy lesz, mint Illés, 3,5 év után kiárad a késői eső kegyelme, és eljön az ébredés ideje, egy ember, adja az Úr, hogy ez Horváth testvér legyen, meg én legyek, meg te legyél, akit az Úr keres, aki álljon a törésen, aki kiáltson Istenhez, a népért, mert a népnek szüksége van ilyen emberekre. Kész vagy ilyen emberként odállni, Uram, ide állok a törésbe, hadd legyek én, ez az ember. Az én ígérletésem vége felé érkezik. A gyülekezetnek egy buzítást szeretnék még adni. A 118. Zsoltártól a 27. vers második mondatán. 118. Zsoltár, 27. vers. Isten az Úr, és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Amikor a szemináriumban voltam Bukarestben, láttam azt, hogy minden végzős csoport
Jézusnak képe van, tabló képje van. Aki szemináriumot végezte 4 évet, hát egy képen, egy nagy tablón jelent meg a képe, és azon a képen még volt valami szimbolikus. Az egyik képen, és hiszem, hogy többen emlékeztek rá, akik Bukarestben jártatok, vagy végeztétek a teológiát, hogy a képen volt két iga vonó állat, húzta az ekét, szántott. És a másik részén a képnek volt egy oltár, az oltár mellett egy állat, ami kész volt a feláldozásra. És a kép alatt oda volt írva, kész vagyok mind a kettőre. Horváth testvér és minden szolgálattevő testvér egy áldozat. De mai napon testvérünk, de nem csak ma, már ezelőtt több esztendővel oda tette az életét az oltárra. Kész szántani is, de kész az áldozatra is. Egy dolgot szeretnék szívetekre kötni, Margitai testvérek. Kössétek ezt az áldozatot. Kötelekkel az oltár szarvához. Ünnepi áldozat. Ma ünnepelünk. Virágokat kapnak a testvérek. De az áldozat vérontással jár, szenvedéssel és halállal jár az áldozat. Ünnepi, de áldozat. Nem könnyű ezt a szolgálatot végezni, csak ha teljesen készek vagyunk az áldozatra. Csak akkor tudja megáldani Isten a szántást és a vetést. Kössétek ezt az áldozatot! Kötelekkel az oltár szarvához. Milyen kötelekkel? Nincs jogom beleszólni senkinek a szolgálatába. Nincs jogom megkritizálni senkinek a szolgálatát és vezetését. Én nem voltam soha amellett, az én saját véleményem. Egy ember 1-2 évig szolgál egy helyen, s azután megy tovább. Egy gyülekezetnek van 2-3 évig egy pásztor, s azután változtat rajta, vesz a másikat. S lehet. Ma már nem olyan időket élünk, mint az én időmben. Mindenkinek megvan a maga vezettetése. Mindenki felel az Úr előtt azért, hogy hogy vezeti, vagy hogy érti, vagy hogy engedelmeskedik az Isten vezetésének. De nagyon sok függ attól. Nagyon sok függ attól. És ezt tapasztalatból mondom. Hogy köti a gyülekezet az ünnepi áldozatot az oltár szarvához? Ide a szeretet kötelek el, és az imádság kötelek. Szeressétek Horváth testvér! Ne kritizáljátok, ne a hibákat keresétek benne. Álljatok mellé, támogassátok, nyújtsatok segélykezet. Legyetek készek vele együtt beleavatkozni a munkába. Bele lépni a munkába, a teherviselésbe. Ugyanakkor imádkozzatok érette. Ha valami hibát találtok, vagy valami úgy látjátok, hogy ki kellene egészíteni, vagy ha nem is, ha az Úr munkája jól megy, még inkább imádkozzatok minden nap érte. Ennek a gyülekezetnek minden tagja vállalja, hogy minden nap legalább egyszer imádkozik Horváth testvérért és az ő családjáért. Az imádság kötelével köti az áldozat oltárához ez ünnepi áldozatot, az Úr megáldja a szolgálatot. És akkor beteljesedik az, amit John Wesley mondott, amikor azt kérdezték tőle, magyarázd meg nekünk testvér, hogy van az, hogy annyian jönnek hallgatni tégedet, ezrek és ezrek, 10-15 ezeren prédikációdat. Azt mondta John Wesley, én nem tudom megmagyarázni. Egyet tudok. Én az oltárra tettem az életem. Az emberek jöttek, hogy lássák, hogy égek. Amen.
Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Visszatér pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondanék: Látám a sátánt, mint a villanást lehullani az égből. Imé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapogjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem állhat néktek. De azon ne üljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább üljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Amen. Kérlek, Uram, te ismersz őket nagyon jól. Nagyon jól tudod, amikor rámész a gyülekezetre, és személyesen én rám is, nagyon jól tudod, hogy kik vagyunk és mi van bennünk. Alázattal járulunk Szent Oltárnál, és kérünk téged, hogy cselekedj irgalmasságot mindannyiunkkal, is szólj mi hozzánk. Szükségünk van te reál, Urunk. Kérünk Szentlélek, Isten munkálkodj, és diadalmaskodj minden ellentétes szellemi erő felett. Könyörülj meg, és cselekedj is mindannyiunk életére. Amen. Az Úr Jézus Krisztus meghallgatta a tanítványait, akik visszajöttek a misszió útról, a megbízásból. Az utolsó néhány mondat, amit mondott, mielőtt elmentek volna a tanítványok, ez volt bátorítás véget, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat, aki titeket megvet, az engem vet meg, és aki engem megvet, azt veti meg, aki engem elküldött. Ezzel kiküldte őket. Elmentek, visszatértek a tanítványok, és azt mondták, hogy Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te nevedben, a te neved által. Az Úr Jézus nem azonnal adva fogod, hogy megdicsérje őket engedelmességükért, munkájukért, az eredményét, amit elértek, hanem egészen egyedet válaszolt neki. Azt mondta, hogy láttam a sátán lehullani az égből, mint egy villámlás. Mint ezt mondta volna, volt, ahogy volt ez az út, de most nehezebb lesz, ami ezután jön. Lehullod, mint egy villámlás, olyan dühvel, olyan haraggal, olyan elszántsággal, hogy ezután még nagyobb feladat vár rátok. És megadja neki a parancsot, amiről fogok szólni én is röviden. Kígyó taposásra adott parancsot Jézus Krisztus a visszaérkezett tanítványainak. Ismeretes előttünk a Szentírásból, meg a gyakorlatból is. Arról is ismeretes, hogy Isten a kezdetben az első emberpárnál már megmondta, amiután a kígyó megcsalta az első emberpár, hogy ellenségeskedés szerzek közted és a kígyó között, a magvad és az én magva között, és hogy az asszony magva a kígyó fejére fog kapogni. Azért kell erről szólnom, mert igen, megfeledkezünk erről a nagy és élelmetes feladatról, a kígyó taposásról. Mindenki éppen még beszélni is félek róla. Bozad a hátra. Meg nem békülhetünk soha a kígyóval. Isten adta ezt a parancsot.
nagyon nagy dolog. Mózes, mikor Isten parancsára ledobta a botot a vesszőt, és kígyóval változott, megijedt Mózes, hátat fordított, és futni kezdett. Az Úr azt mondta, hogy fogd meg a farkát. Vonakodva visszafordult a futásra Mózes. Lehajolt, mintha látnám remegve, utána nyújts, megfogta a kígyó farkát. Akkor ismét a veszélyévé botjával változott a kígyó. Mették újjászületett hívő testvéreink, férfiak és nők, ige hirdetők, akik bárhol szolgálatok és Isten megbíz titeket, ne felejtsétek el. Magasztos, nagy, félelmetes feladat a kígyó taposás. De megváltott, megparancsolta, hogy ennek így kell lennie, és fáj nekem az, és szégyellem Istentől, mert meg kell álljak előtte egy napon én is. Hogy azt a gyakorlatot megpróbáljuk tenni mi ige hirdetők ellentétben elődeinkkel, a ne szólj szám, nem fáj fejem stílust, hogy mindenki menjen, mindenkinek van Bibliája, olvasa, aztán menjen a dolog, nincs kígyótaposás. Ügyesen lavírozunk a kígyók között. Nem taputunk rá, mert félünk. Megmar minket. Miért mondjam, van annak férje, van annak felesége? Miért mondjam, van annak gyermeke, van annak szüleje? Van annak lelkésze, mondja meg. És megy a lavírozás a kígyók között. Pedig. Itt is úgy állok én előttetek, amit nem mondtam ki imádba, kimondtam a lelkembe. Te tudom, hány kígyók előtt prédikálok én ma délelőtt. Pedig ezek hívők, ezek szeretetteles emberek. De ott van a vállán a feje, ott van a másik vállán, ott van a kezébe. Azért bűnnek, amit rejteget évtizedek óta, a hazugság, a részegség, a káromlás, a paráznaság, a pénzszerelme, ott van. Jön igét hallgatni, jön a gyülekezetbe, ha kell még szolgál is. Fájó szívvel mondom, ha most Isten megnyitná a szemeteket, netán még az én vállom is látnátok egyet, vagy kettőt. Mert emberek vagyunk ezen a földön, de ha mégis meglátnátok, tudja a kígyó, hogy én ellensége vagyok, és harcolok ellene, és fél tőle. Én is utálom, irtózott tőle. Szellemi értelemben azonban sokkal inkább hajlandó az ember, hogy megbarátkozzon a kígyóval. Emlékezzetek, mikor Isten parancsot adott Saulnak, hogy az amalékitákat eltörölje a föld színéről. Ez a parancs régtől fogva megvolt, mert kezdetben a kivonuláskor ezek rátörtek a védtelen népre, akik mentek ki az Egyiptomból, és mentek az ígéret földe felé, és hátul voltak a kisgyermekes édesanyák, öregek, gyengék, betegek. Ezek az Amalek fiai rájuk mentek, és lemészárolták egy részét ezeknek. Isten akkor nagyon megharagudott rájuk. És azt mondta, ha arca lesz az Úrnak Amalekkel, míg eltörni őket a föld színén. Ez a harc tartott sokáig, és mikor Saul kapta ezt a feladatot, hogy ezt végre is hajtsa, akkor ezt nem így tette. Sőt, magát, Agágot, Amalek királyát magához fogadta. És Sámuel próféta, amikor ment, idős korában s látta ezt az embert ott, meg hallotta a juhak végetését, az állatok hangját, akkor rákérdezett a dolgokra. Jött Agár már önkényesen, öntelten, és azt mondta, hogy elmúlt már, nincs már életveszély, halálfélelem már nincs, barátom Saul, semmi gond. Jó biztonságban a nagy kígyó, nemhogy megölje, ahogy az Úr mondta neki, hanem még maga mellé vette. És vette az öreg Sámuel a kardot, és ő végzett vele. Félek erről ma beszélni, hiszen ma olyan
kompromisszum teljes világban, olyan jó megegyezés van, keresztjén imaházat, templomat. Nincs már gond, nincs már félelem. Csak tudjátok, testvéreim, az én társaim is így tudják, és így van. Olyan közösségekben, ahol a kígyók szabadon jönnek, mennek, járkálnak és tesznek, amit akarnak, kötöznek. Prédikálhat angyalok nyelvén az ige hirdető, megmagyarázhatja a legszebben az igét. Ott ébredés, megtérés, ott soha nem lesz. Ott nem lesz, addig még a kígyók uralják. Isten igében azt is olvassuk, hogy az Úr megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt. És addig nem rontja meg, így nem lesz a lábunk alatt a kígyó. Értsétek meg jól, ha én nem tudom elmondani, Isten lelke mondja bennetek, a kígyónak a lábunk alatt a helye, és ott kell őt megtartani, és ott kell megsemmisíteni. És ha ez nem így van, megyünk igét hirdetni a körzetbe. Ne arra budjatok, őszintén mondom nagyon, akármelyik körzetbe szolgáltam, mindig voltak gyülekezetek, ahol nagyon szabadon szólhattam, és én is kérdeztem miért. Pedig ugyanúgy készültem, ugyanazzal a komolysággal kezeltem a dolgokat, még mindenkor komolyabban vettem, megint oda a gyülekez, abban megyek, abban a közösségbe megyek. Ott mindig úgy vagyok, mintha neki mennék egy nagy sziklahegynek, a pörőjára is ütném, de ne rám nevet az a nagy szikla, és azt mondja, te balgatag, úgy se török meg. Miért van, uram? Hát miért van? Míg megyek a másik közösségbe, sokkal gyengébb fizikai vagy lelki állapotban is, úgy érzem, hogy nyílik az ige, szabad folyása van az igének. Miért van ez a nagy különbség körzeten belül, egyházon belül, a lelki szabadságban? Azért van, mert elszaporodtak a kígyók. Sok a kígyó. Keresztelő János, mikor prédikált, és látta, hogy valaki megtéretlenül akarna bemerítkezni, akkor néven nevezte őket. Azt mondta neki, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Isten haragját elkerüljétek. Terenjetek előbb megtéréshez illő gyümölcsöket, parancsolta az Úr Jézus Krisztus, parancsolta keresztelő János. Nagyon fontos tudni, hogy Jézus Krisztus a kiküldött tanítványoknak nem hiába mondta, hogy a kígyóra rá kell tapadni. Hatalmat adott néktek, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapadjatok. Tovább is mennék. A ti házatokban mi van? Tele van kígyókkal? Jaj, te van, de semmit az íz. Dehogy van, ha nincs nálunk kígyó. A nagy meleg elszaporította a kígyókat, és megtörtént velünk most nemrég, hogy odahaza lévén hallok egy asszonyi sikoltást, de szörnyű nagyon volt. Kisbaba van az ölébe, új ház, vadonat új ház, és jön ki a lépcsőn, és a hosszú nagy kígyó menjen vele szembe. Hát akkor átvizsgott, amennyien csak kifér a torkán. Csak mi a szomszédokból két férfi voltunk odahaza, én voltam az egyik, a másik egy idős bácsi. Mind a ketten futottunk, hogy mi a baj. Itt a kígyó, itt a kígyó. Hát rohantunk, és tényleg úgy volt. Higgyétek el, hogy körülbelül egy jó fél órát küzdöttem én meg az ember, hogy le tudjuk győzni a kígyót. Mert a kígyó erős, a kígyó okos. A kígyó ravasz. Rettenetes küzdelem, mind a kettőnkről csúrgott a víz. Voltak ott követ, volt ott minden, ami alá tudod rejtőzni, bújni. Amikor bajba volt, sziszeget ránk. Vastag volt, nagy volt, irtózatos volt. Végül egy jó fél órai kemény küzdelem után sikerült odaszorítnom az egyik testrészét a kőhöz, addig a bácsi pedig megpróbálta nagy nehezen legyőzni, hogy megöljük. A kígyó ott van a házunkban. Leültünk, kinyújtottuk a kígyót, leültünk mellé,
és nézegettük és pihegtünk mind a ketten. Ilyen nehéz a kígyót megölni? Rettenetes. De hát ennél még nehezebb, mikor valakibe belemegy a kívánság kígyója. Mikor valaki évtizedeken át szereti, issza az alkohol, és akkor rá fejlődik benne ez a kígyó. Megboldogult édesapám mondta a szomszéd bácsinak, aki nagyon zűrött ember volt, hogy Gyuri, kígyó van a holdokban. Az enyémben nincs. Kiforráztam, még belenetettem, hogy kígyó van a holdokban. Én látom, minden nap megcsíp. Így van. Nagyjá nő a kígyó, és minél nagyobbá nő, annál nehezebb megölni, kivégezni, teljesíteni Krisztus parancsát. Horváth testvér, kígyót kell tapogni, és ti kedves testvérén, akik jöttetek ide, akár baptista, akár más közösségből, Margitán sok a kígyó. És meg kell tapogni, megváltunk, megígérte, és ez igaz, hogy a lábaink alatt fogja megrontani az ördög, a sátán erejét, a kígyó hatalmát. Ha megváltunk, a Golgotán a fejére taposott a kígyónak, és legyőzte a kígyót, legyen áldott a neveit örökre. Nekem se lehet mellé lépni. Rá kell lépnem. Félelmeteset mondok újra, borzol a hátam. Ha valamelyik igehirdető, ha valamelyik keresztény közösség nem hajlandó a kígyóra rátapogni, az rátapog a Krisztus vérére. Tudjátok, hogy meg van írva? Hogyha valaki a Mózes törvényét egy vagy két tanú valomására áthágta, ha azt kővel kövezzétek meg, mennyivel súlyosabb lesz annak a sorsa, ítélete, aki az Isten fiának vérét, az új szövetség vérét tapodja meg. Nincs arany középút e dologban. Vagy kígyót tapodunk, vagy a Krisztus vérét tapodunk. Könyörű rajtam, Uram. Ez nagy feladat. A kereszténység, a hívő élet nem játék, nem eszme. Vagy megéled, vagy lekapodod. Isten adjon kegyelmet nekünk, mert bölcsesség kell hozzá, hogy ezt fölvállaljuk. Alázat és engedelmesség kell hozzá, hogy ezt föl tudjuk vállalni, ehhez elszállás kell. A kígyó mar. Találkozok lelkipásztor testvéreimmel, meg felmen altuk igehirdetőkkel, és látom némelykor, hogy össze van törve, össze van a komolva. Nem mondom ki neki, a hátuk mögött látom, hogy jelképesen értsétek. A kígyó fejére tapottak, és az összemargosta őket. És úgy találkozunk némelykor együtt, mintha csupa vér lenne a lábunk, a kezünk, a hátunk, összemartozott a kígyó. Azt üzeni, megváltunk, nekünk, tanítványainak azt mondta, a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erejét, és az nem árthat néktek. Drága testvéreim, nem árthat néktek. Krisztus földre jötte, és áldozata után, mikor olyan nagy csatát vívta meg a régi kígyóval, és legyőzte a Golgotát. Attól kezdve a kígyó marja a hívőket, akik ellen állnak, akik nem kötnek vele kompromisszumot, de nem mérgezi meg őket. Lásd Pál apostolt, amikor a barbárok szigetén a hajótörés után ott van, és a vedigéből kimászik a vipera, és kezébe ragad Pálnak, és nézik a benszülöttek, és azt mondják, hogy nyilván gyilkos ez az ember. Megszabadult a tenger hullámaiból, és itt öli meg a kígyó, a bosszúállás. És nézik, lesik, mikor fog megdagadni, mikor fog összeesni, és látják, hogy nem történik. Semmi nem történik. Akkor elkezdik Istenként imádni. Mert hát nem létezik ilyen, de létezik. Az Isten megváltottait összemargossa a régi kígyó százszor, ezerszer és milliószor, de miatta nem fognak meghalni, nem árt nekik. A marás fájni fog, nehéz lesz, de nem kell miatta meghalni. Lásd,
a Márk 16-ból is az igét, hogy kígyókat vesznek föl, és nem áll nekik. Félelmetes feladat, kell hozzá bátorság, de kell hozzá bölcsesség is. A kígyó nagyon okos, róla meg van írva, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, szelidek, mint a galambok. Nagyon okos, nem könnyű vele elválni. Csak ezen a nyáron fordult elő velem éppen, most úgyis itt vannak az elkedélyek, mondhatom, hogy hozzájuk mentem, mondtam is nekik, hogy ülelkezetben. Távol a nagy hőségben látom az úttesten átmenni egy kígyót. Hát én sem voltam rest, megtapadtam a gázpedált, és elértem. Mikor úgy éreztem, hogy rajta vagyok, nagyon fékeztem, hogy dörzsöljem jól oda. De nem állok meg az úton, mivel hogy sebességem volt, és elmentem még vagy 10 méter. Néztem a visszapillantó tükörbe, látom a kígyó, magasabbat ugrik ott az a köves úton, mert ott köves út van, és gyorsan kinyitottam az ajtót. Nagy fájdalma volt, de ahogy kinyitottam az autó ajtóját, abból a távolságból is, nem fájt neki annyira, hogy azonnal észrevett. Többet nem ugrált, utcú be a gazba. Mire oda mentem, már nem értem el. Annyit mondtam, okosabb vagy, mint én. Azért vagy okosabb, mert ha egy sebet kaptál, tudtad, mit kell tenni, hogy az életed megmentsd. Én nem vagyok ennyire okos. Az Úr könyörüljön rajtam is rajtad. A kígyótaposáshoz bátorság kell, bölcsesség kell Istentől. Nem az a testi ördögi bölcsesség, hanem az, amit a Szentlélek ad. Hát be kell fejezzem, sajnálattal. Megváltunk, azt mondta, hatalmat adok néktek. Hatalom nélkül nem merjetek kígyótapodni, én is mondom néktek. Mert úgy jártok, mint a Skévapap fiai, akik ördögök üzni mentek a Jézus nevében, akik Pál prédikál, de nekik semmi közük nem volt hozzá. Kell a hatalom. Hát milyen hatalom? Az a hatalom, amit Isten a Szentlélek által ad azért megváltottainak, a hívőknek, a szolgálattevőknek, lelkipásztoroknak, diakonusoknak, igehirdetőknek, mindenkinek, aki megtér és újjászületik, kapja ezt a kegyelmet, hatalmat kap. Azért szerették az Úr Jézust hallgatni a korabeli emberek, bár nagyon sok rosszat mondtak az Úr Jézusra, csak így nagyon dolgozott az Úr Jézus idejében. Azt mondták, hogy ez úgy prédikál, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint a mi embereink. Az egyiknek van hatalma azért, mert van diplomája. A másiknak van hatalma azért, mert Isten kente fel. A harmadiknak van diplomája is, szent lelket is kapott, hatalmat adott, felkenetett, milyen jó. A negyediknek, az ötödiknek kiadott hatalmat, az egyház talán. Mindjárt mi is megtesszük hivatalosan, hozzá testvérrel imádkozunk érte, hogy kapjon hatalmat. És én nagyon szeretném, hogy kapjál hatalmat az úton újra, a további és nagyobb feladat elvégzésére. Mi jó, ha van, de ha ez az egy hiányzik, amit az Úr Jézus ad, a többi mind porrá és semmivé válik. Áldja meg az Úr drága igét a lelkünkön. Adjon nekünk erőt, hatalmat, bátorságot, bölcsességet a kígyótaposásra. Amen. Jöjjél már a szülő, jöjjél, nincsen már sok idő. És örvendek, hogy itt állhatok, testvérek.
testvérek, és meghívottak elő, és lehetőségem van többi bizonyságtételben szólni életrajzomról, megtérésemről, szolgálatra való elhívásról, az Úr vezetéséről, arról, hogy hogyan értettük meg azt, hogy az Úr ide akar bennünket helyezni ebbe a gyülekezetbe. A Jóisten kegyelméből 38 évvel ezelőtt, 1969. június 7-én születtem Nagyváradon, baptista családban, és ez meghatározta a neveltetésemet is. A gyülekezetben növekedhettem fel. Ennek ellenére mégis a Jóistennek sokat kellett szólongatnia, és sokat kellett munkálkodni az életemben, ameddig eljutottam a megtérésre. 10 éves korban már tudatára ébredtem annak, hogy bűnös vagyok, hogy szükségem van a változásra, de előbb a magam erejéből akartam én jobbá lenni, és ennek az eredménye az lesz, hogy még mélyebbre süllyedtem a bűnben. Csak amikor rádöbbentem arra, hogy egyedül a Jóisten kegyelme tud engem megváltoztatni Jézus Krisztus kifolyt vére által, akkor jött változás az életemben. 17 éves koromban fogadtam el az Úr Jézust, és részesültem a bemerítésben. Már akkor az Úr a szolgálatra is kezdett hívogatni, és majd meggyőződtem arról, hogy a lelki munkába, a lelki pásztori szolgálatra hív. Az általános és középiskolai tanulmányok után, amelyeket Nagyváradon végezhettem, 1990-ben kezdtem meg a teológiai tanulmányaimat a Bukaresti Teológiai Intézetben, román nyelven. Addig én magyarul tanultam végig, de az Úr úgy látta jónak, hogy aztán én románul folytassam a tanulmányaimat, és majd később hasznos volt ezért, hiszen az első szolgálati helyen az Élesti körzetben volt egy kicsi gyülekezet, a Magyar Kapucsi, ahol románul is kellett szolgálni. Előbb nem értettem én, miért kell nekem románul tanulnom, de az Úr aztán megmutatta. A teológiai tanulmányok befejezése után kötöttem házasságot feleségemmel, Csiki Ildikóval. A Jóisten két gyermekkel ajándékozott meg bennünket, Eszter kislányunk 2000-ben született, de őt az Úr 2005-ben haza szólította, sok betegeskedés után. Kisfiunk Ádám 2003-ban született, és örülünk annak, hogy egészséges szeretnénk az Úr félelmében nevelni őt. Az Élesdi körzetben, ahol 1995-ben kezdtem a szolgálatot, az Úr formát alakított, ezek a kezdeti évek nagyon hasznosak voltak, és sok áldást tapasztaltunk meg ott is, a kicsin kis gyülekezetekben. Majd az Úr tovább vezetett, és 2001 nyarán elfogadtuk a Szilágyi Erkedi testvérek meghívását, úgy értettük meg, hogy az Úr oda vezet bennünket, hogy kell folytassuk majd a szolgálatot. Eléggé próbákkal terhelt időszak volt ez a kislányunk betegsége miatt. Sokat kellett Magyarországra is járni az ő gyógy kezeltetése miatt, de éreztük azt, hogy az Úr mellettünk van, és a testvérek is megértéssel fogadták, és mellénk állottak, és hálásak vagyunk ezért. Jó volt a testvérekkel ott együtt szolgálni, megtapasztalni azt, hogy az Úr bennünket
előre akar vinni, az ő megismerésében, azt akarja, hogy még hűségesebben szolgáljuk őt. Az elmúlt évben két meghívást is kaptam. És amikor először a belényesi gyülekezet és körzete hívott lelkipásztori szolgálatra, a gyívódás volt benne, kell menni vagy nem. Sok imádkozás után az Úr vezetését keresve úgy értettem akkor meg, hogy nem kell nekünk oda-haba az irányba menni. És miután megadtuk a választ, úgy gondoltuk, hogy eltelenek van a helyünk, és ott fogunk még szolgálni. És aztán az év vége fele érkezett a második meghívás, Margittai gyülekezet és körzete részéről. És akkor újból el kellett gondolkozni azon, hogy valóban az Úr indítani akar más irányba, ki akar mozdítani bennünket a Szilágyi Erkeli gyülekezetből. És a jelenések könyvéből a Jóisten egy igét hozott elém, a jelenések könyvének a harmadik részét, ahol arról olvasunk tudott cselekedeteiről. Ő üzeni a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja meg. És olvastam itt az igét. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Egy nyitott ajtót tárt az Úr elé. Akkor ezt így értettem meg, és úgy értettem meg, ez az ajtó most be kell lépni. Ha akarod, ha nem, az ajtó nyitva van, az Úr nyitotta meg, és ő azt akarja, hogy most lépjünk. Eszembe jutott az az ige is, amelyet Pál apostol ír egy levelében, hogy nagy kapu nyílott meg előttem, de az ellenség, az ellenfél is sok. Ezt a két igét olvasva, ezeken elmélkedve hoztam mégis döntést, és fogadtuk el margittai testvérek meghívását. Úgy állok most itt a gyülekezet előtt, mint akit az Úr megváltott, Jézus Krisztus vérében megtisztított, eljött a szolgálatra. És tudom, hogy minden gyengességem, alkalmatlanságom, erőtlenségem ellenére, hogy ő tud megerősíteni, és alkalmassá tenni a szolgálatra. Úgy állok itt, mint akit a margittai testvérek meghívtak, érezzük, hogy testvérek befogadnak, igyekszünk megismerkedni egymással, megismerni is a testvéreket, testvérek is megismernek bennünket, és hiszem azt, hogy az Úr formálni fog bennünket is, lelkipásztor családot, gyülekezetet is, hogy együtt haladhassunk, nem csak Krisztus követésében, de a neki való szolgálatban is. És ezzel a vágyal vagyok itt, hogy az Úr erősítsen, használjon a szolgálatban, és ezért kérem, hogy a testvérek is imádkozzanak életünk, hiszen szükségünk van erre. Így állok most itt a testvérek előtt, mint aki hallva most az igei szolgálatokat, látom, hogy valóban nagy a munka, hiszen kígyók fejére taposni nem könnyű dolog. Szembe kell nézni azzal, hogy a kígyó visszamar. De hiszem, hogy az Úr ad erőt. És kérem, hogy a testvérek is támogassanak ebben, és szükségük van, és én hiszem azt, hogy tenni is fogják. Amen. Édesatyánk, örömmel és hálával állunk eléd ezen a délelőttön. Megköszönjük neked azt a kegyelmet, amit adtál Horváth testvérnek, az ő családjának. Jó volt hallani, Urunk, azt, hogy te voltál oltalmuk és gondviselőjük a nehéz próbákban is.
és te voltál az, aki fiatban, a Jézus Krisztusban megváltottad, elhívtad őket, és rendelted Ferenc testvérünket a lelkipásztori szolgálatra. Köszönjük azt a munkát, amit eddig elvégezhetett más körzetekben, és köszönjük, hogy lelki békességgel, megnyugvással fogadhatta el a margitai körzetnek a meghívását, és hogy most itt lehet. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg az ő szolgálatát. Legyen áldás a gyülekezetek, a körzet részére, a környék, a város részére, és hadd legyen ő a te szolgád, aki bátorsággal és erővel hirdeti az igét, az evangéliumot. Imádkozunk, Urunk, hogy add neki kegyelmedet a veled való közösségre, hogy ezt ápolni tudja, hogy eléd járuljon, hogy merítsen abból a forrásból, amely minden nap rendelkezésére áll, a te szent igém, a te szent lelked, az imádság, hadd lehessen erőforrás minden nap és minden körülmények között. Add, Uram, hogy legyen látható és nyilvánvaló, hogy ő te veled jár, tőled tanul, néked engedelmeskedik, és a te igéd, szent lelked erejében szól, hogy minden ellenség megszégyenüljön, és győzedelmeskedjen a te igéd, az evangélium. Add, Uram, ezt a kegyelmet, hogy általa sokan megtérjenek, üdvösséget nyerjenek, megerősödjön a gyülekezet, a körzet, a te néped, és megdicsőjön a te szent neved az ő szolgálata által. A Jézus nevében kérjük ezeket, Atyán, hallgass meg minket. Amen. Amen. Köszönöm neked, Uram, hogy testvéremet elhívtad, és kiküldted a munkára. Hálát adok, hogy éppen ebbe a gyülekezetbe, városba, és ennek környékére küldted őt. Kérlek, Uram, hogy erősítsed és neveljed én bennem, de testvéremben is a misszió iránti odaszállást szüksége. Kérlek, add meg, hogy az egész város lássa hasznát annak, hogy testvérünket ide küldted. Add meg, hogy a környéki falvak, az egész Bihar megye, és ha úgy kell az ország, annak határain túl is érezzék, hogy te küldted testvéremet. Kérlek, hogy cselekedjen egyre inkább szívébe is, kedves családja szívébe, a misszió tudatát, hogy odaszánva életét a te akaratodat teljesítse, és alkalmas eszközöd legyen arra, hogy a régi kígyóval meg tudjon küzdeni győzelmesen, diadalmasan. Uram, kérlek, hallgass meg érte való imádatot, hogy mikor lankad, mikor fárad, akkor kapjon új erőt tőled is, hatalmat, amit megígértél, add a te lelked és ígéd által. Hadd, hogy jó példa legyen a család, a gyülekezet, a város előtt, és valahol megjelen, téged képviselhessen szüntelen. Amen. Amen. Én is hálát adok, drága jó Atyám, azért, hogy itt lehetek ezen ünnepi pillanat alkalmával. Köszönöm Horváth testvért és családját. Hálát adunk mindnyájan azért, hogy szolgálatra hívtad őt el, itt erre a helyre, ahol oly nagy szükség van arra, hogy igazán te tőled elhívott és általad megáldott szolga. Kérünk tégedet, áld meg ezt a szent pillanatot. Áld meg őt és családját, és áld meg őket ebben a szent szolgálatban és ebben a veszélyes harcban, tedd győzedelmesek ki őket. És arra kérünk ebben a szolgálatban és harcban, áld meg őt munkatársi lelkülettel, hogy másokkal is, szolgatársakkal, szomszédokkal, munkatársakkal együtt tudjon munkálkodni. Áldod meg a környékben és körzetben és környékbeli gyülekezetekben élő szolgálattevő testvéreket. Áldod meg a szövetség vezetőségét is, ad, hogy készek legyenek támogatni testvérünket és együtt munkálkodni vele az evangelizálásban is, a küzdelemben is, az ügyek intézésében is, imádságban is. Hiszük, hogy meghallgatsz és megáldod így életét és életünket az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Áldunk téged a Atyánk azért, mert Horváth testvérnek teremteltél élettársat, feleséget. Köszönjük, hogy együtt végezhetik ezt a munkát. Köszönjük, hogy te tudod megáldani az ő szolgálatukat, és alkalmassá tenni őket, hogy példái legyenek a te népednek. Imádkozunk, segíts őket előjárni az alázatban, a szolgálatban, a szeretetben,
és úgy, mint a gyertya elégni, Uram, a te népet között, szolgai lelkülettel felvenni a munkának a terhét, hogy a gyülekezet is együtt tudjanak szolgálni ebben a városban a te neved dicsőségére. Imádkozunk azért, hogy áld meg őket, amikor elkeserednek, elcsüggednek. Vigasztald a te igéd által, bátorítsd őket, légy közel hozzájuk, és add, hogy ők is megtalálják mindig a módját annak, hogy egészen közel kerülve hozzád, Uram, új erőt nyerjenek a benned való kegyelem által. Imádkozunk áld meg a gyülekezetet is ebben a városban, és ebben a körzetben a missziós gyülekezeteket is áld meg. Adj kegyelmet, hogy a gyülekezet növekedjen, szaporodjon, erősödjön, megtérő lelkekkel, és olyan emberekkel, akik teherbíróként felvállalják a munkának a terhét. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és testvérünk családját is oltalmazod, meg fogod áldani ebben a szolgálatban a Jézus nevéért. Amen. Amen. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy a lelki munkában minden szükségletünket kipótolod. Te voltál az, aki elküldted a tanítványaidat pálca nélkül, táska nélkül, elszény nélkül, mert te gondot akartál viselni róluk, meg akartad tanítani őket, hogy benned bízzanak. Urunk, imádkozunk az anyagi dolgokért is, ami szükséges az élethez és a szolgálathoz, hogy azokat is te rendeld ki a mi testvéreinknek. Urunk, segíts neki is, és nekünk is, akik szolgatársai vagyunk, hogy Pál apostollal együtt tudjuk elmondani, hogy tudunk bővölködni is, és szűkölködni is. Hogy megfelelőképpen tudjunk viszonyulni azokhoz a helyzetekhez, amiben helyezel bennünket, és mégis azzal a meggyőződéssel lenni, hogy te mindent megadsz, amire szükségünk van. Urunk, így helyezzük a mi testvéreinknek az anyagi helyzetét a te kezedben. Légy te az ő tanítójuk, a te legyél az ő gondviselőjük a családi életben is. Urunk, imádkozunk azért is, hogy áld meg őket egészséggel. Testvéreink tudják már, hogy mit jelent a betegséggel harcolni és küzdeni, és bizonyos dolgokat megtanultak már veled való járásukban. Add, hogy egészségben, fizikai egészségben is szolgáljanak téged. És ha mégis meglátogatja őket a betegség, akkor vegyék azt is a te áldó kezedből, tudva azt, hogy a te erőd, erőtlenség által végeztetik el. Urunk, azért is imádkozunk, hogy minden lelki ajándékkal, és minden tehetséggel, és minden erőforrással ruház fel a mi testvéreinket, ami ebben a gyülekezetben és ebben a körzetben szükséges, ami ezekkel a testvérekkel és azokkal, akik még ezután hitre fognak jutni, szükséges nekünk. És meg vagyunk győződve, Urunk, hogy te megáldod őket, mert te tőled jön az áldás, és te tőled jön az erő, és te tőled jön a hatalom, ami szükséges a szolgálathoz. Ezért áldunk és magasztalunk téged. Amen. Amen.
szeretettel köszöntjük Horváth Ferenc testvérünket és kedves feleségét, ebben az új misszió kerületben, a Nagyváradi misszió kerület és Margitai gyülekezetben. Kívánjuk azt, hogy az Úr áldja meg az ő szolgálatukat, az ő életüket, hogy legyen teljesen oda helyezve arra az oltára, amelyről hallottunk ezen a időben. És az Úr adjon nekünk sok erőt, sok áldást, jó egészséget, hogy tudják végezni a lelki szolgálatot. Gyülekezet helyet foglal. A következő percekben köszöntések, igei üzenetek fognak elhangzani, és azonnal rátérünk erre, mert vannak a